Nektek is nyugodt éjszakátok volt, mint Fele Gábornak? Először is nagyon szépen köszönjük a gratulációt. Hát nem tudom, hogy az Ele Gábornak mennyire volt nyugodt éjszakája. Azt gondolom, mi egy egészséges izgalommal feküdtünk le. Nyilvánvaló tudtuk, hogy ma egy mérkőzés vár ránk, úgyhogy szerényen, de természetesen kicsit ünnepeltünk a hotelbe, aztán fejben is és fizikálisan is készültünk, pihentünk és készültünk erre a mérkőzésre. Komolyan szerettük volna a mai mérkőzést is venni, ugyanúgy, ahogy mind a két mérkőzést, úgyhogy próbáltuk ezt a meccset is megnyerni, de sajnos ez nem sikerült. Azt gondolom, hogy elégedettek lehettünk a játék bizonyos elemével, voltak jó védekezéseink és nagyon jó támadásaink is, de bele-bele hibáztunk, és a fontos pillanatokban azt gondolom, hogy kihasználták az oroszok ezeket, és így felül tudtak kerekedni. Ez a 6 gól, azt hiszem 6-at kezdte. Úgy gondolom, hogy ez talán nem tükrözi reálisan ezt a meccset. Szerintem azért szorosabb volt, így amikor így a meccs közben nézte a tévé előtt szerintem az emberek, de hát így sikerült, úgyhogy megyünk tovább, ki fogjuk elemezni ezt a mérkőzést is, tanulunk a hibákból. Ebből a mai mérkőzésben mindenképpen azt a rengeteg pozitív dolgot kell levonnunk, ami szerintem volt. Mind támadásban, mind védekezésben voltak nagyon szép dolgaink. Emellett azért lehet egy kis hiányérzetünk, mert követtünk el olyan hibákat, amiket megbeszéltünk, és akár még tényleg szorosabb is lehetett volna ez a mérkőzés. Összességében szerintem így a tegnapra kell fókuszálnunk, és arra, hogy már van az olimpiai részvétel. De a végén azért mosolyogtatok, amikor kézbe lehetett már venni a repülőjegyet szimbolizáló táblát. Milyen érzés volt ott a kézbe tartani ezt? Hát fantasztikus érzés volt, fantasztikus volt az, hogy egy olimpiai kvalifikációs tornán a csapatba a kerettagja között lehettem, úgyhogy ma sikerült pályára is kerülnöm, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog voltam, és nagyon hálás voltam ezért, úgyhogy azt gondolom, hogy elértük azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Most már csak előre tekintünk, és nagyon várjuk az olimpiát. Neked milyen volt tegnap megélni kívülről ezt a meccset? Jobb lett volna, hogyha játszasz? Így jobban izgultál? Először is köszönjük szépen a gratulációt. Kívülről is óriási élmény volt nézni ezt a tegnapi mérkőzést. Igaz, hogy nem voltam így bent a pályán, de még ott a lelátón is éreztem azt a hatalmas energiát, ami ott volt a pályán. Szerintem igaziból itt mindegy volt, hogy most az ember játszik, vagy a pálya szélén ül, vagy akár a kispadon, akár a lelátón. Azt éreztük, hogy most össze kell kapaszkodnunk, és csapatként kell működnünk, és mindenki beletette azt, amit tud. Kérdezték egy meccs után, hogy sima volt, viszonylag tényleg végigvezettünk magabiztosan, és hogy kívülről ez hogy tűnt, mennyire izgultam, vagy mennyire voltam stresszben. Persze izgultam, izzadtam, mint a fene, úgyhogy szorítottam a lányokért, amennyire csak tudtam kívülről, úgyhogy együtt éltem a játékkal, ahogy a kapuban is szoktam. Egy olyan motiváló tényező lesz az elkövetkezendő időre, ami szerintem mindenkiből a legjobbat fogja kihozni, és mindent meg fog tenni a mindennapokban annak érdekében, hogy ugye benne legyen a keretben. Szerintem ez egy olyan álma minden játékosnak, ami most gyakorlatilag már így látótávolságon belül van, úgyhogy abszolút szerintem motiválni fogja ez az egész csapatot. Szerintem most örülnünk kell annak, hogy megnyertük ezt a két mérkőzést, és ebből a maiből meg levonni a tanulságokat. Szerintem most inkább az ünneplésen és tényleg az örömön kell, hogy legyen a hangsúly, majd az olimpiával majd egy kicsit később foglalkozunk. És akkor még mekkora ünneplés lesz? Folytatódik még ma este? Igen, biztos vagyok benne, hiszen nagyon régóta készültünk erre a selejtezőre, és szerintem mindenkiben most van egy olyan emóció, amit így nem lehet kifejezni, és szerintem ezt muszáj megünnepelni.